Az augusztus 5-i Forma 1-es magyar nagydíj előtt utoljára lehetett birtokba venni a Hungaroringet. A Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa legutóbbi bajnoki futamát a magyar Forma 1-es versenypályán tartották, köszöntöm Önöket. A Magyar Autósport magazin mai adásában ezen kívül megmutatjuk még az autokrosszozók és a kvadosok legutóbbi bajnoki futamát, illetve a 7-szeres magyar rallibajnok ifjabb Tóth Jánosnál jártunk, aki a Super 2000-es Peugeot 207-es tesztelte. A Hungaroringen egy futammal folytatódott a Shell V-Power Racing Renault Clio Kupa, ahol rekord létszámban álltak rajthoz a pilóták. Korábban ebben a kupasorozatban versenyzők közül is többen tűzálló overallba bújtak, közülük a kétszeres bajnok Weber Gábor volt a leggyorsabb, aki a pole pozícióból rajtolva az első kanyarban is megtartotta az első helyet, nem úgy Zollner Gyula, akit már mondhatni megszokásból ismét kilöktek a pályáról, és fel is kellett adnia. Weber hamarjában lerázta magáról az üldöző bolyt, nagy előnnyel megnyerte a versenyt, a második helyre pedig a sorozat legkitartóbb pilótája Gál Szabolcs küzdötte fel magát, megelőzve a sikánban hibázó Vida Jánost. Bárkovics Zoltán ért célba a negyedik, a bajnokságban vezető Mihalis Norbert pedig az ötödik helyen. Ugye ez a VIP autóval tavaly nem is nagyon ment, és össze-vissza, nem volt rossz benne semmi, csak keveset ment, kevésszer ment, mindenféle alkatrész ki volt most benne cserélve, és nem tudtam, hogy milyen másodpicit, mint a saját autóm, de úgy látszik nem nagyon volt különbség. Szerintem én bennem azért nagyon benne van 4 év kliózása, és azért ez számít, bárhogy is nézzük. Lehet, hogyha 2 év eltelt volna, akkor többet felejtettem volna, de ez így 3 kör alatt visszajön. Gabi nagyon ügyes, ezt mindig is tudtuk, hogy mi első évesek vagyunk a Norbival. Azt gondoltam, hogy tudok mögötte menni, de már a legelején a féktávon nekem jött a Norbi. Én neki mentem a Tominak, és elállítottott a bal eleje, ugye jobbos a pálya, úgyhogy ott már eldőlt, hogy nem tudok utána menni. Utána még Szabi is megelőzött, kínlódtam végig, hogy egyetlen behozzam a kocsit. Akasztják a hóhért. Az Engő Motorsport főszerelője Monori Gyura is kipróbálta, milyen is a kormány mögött a Clio. Célba ért, és nem is az utolsó helyen. Én úgy gondolom, hogy ha valaki tisztában van azzal, hogy a verseny az 14 körön keresztül tart, és a kockázászlónál ér véget, akkor ezzel a versenyautóval jót lehet versenyezni. Egy cseh és 2 szlovákiai verseny után hazai terepen folytatódik a Mamut Autocross országos bajnokság. Legutóbb Szeghalmon poroltak a szöcskék, és ezúttal északi szomszédaink látogattak el hozzánk nemzetközi VTV a bajnokság 5. futamát. A 3x N kategória döntőjében Szalai Norbert az utolsó körig az élen állt, ekkor azonban a bajnokságban vezető Weber Tamás előzött és megnyerte a versenyt. A visszafordító kanyar a start után az egy nagyon veszélyes rész volt, hogyha valaki nagy ívbe veszi, akkor szűk ívbe lehet fordulni. Pont ezt a hibát követte el, nagy ívbe ment ki, rátért a nedves részre, nem tudott kigyorsítani, és így el tudtam menni mellette. A junioroknál Béki Martin a kemény ellenfeleket kapott, de hiába üldözte a 2 szlovák fiú, a 10 éves hölgy minden támadásukat visszavert és megtartotta az első helyet, testvére Dóri az 5. helyet szerezte meg. Nagyon jó volt mind a 2 nap. Végig az elején voltam, az első 3-ban mindig benne voltam. A karosszériás autók fináliában az első sorból rajtoló Károlyi Tamást a rajt után kilökték, és mire magára talált, a mezőny árkombokron túljárt. Emődi János a Mitsubishivel megnyerte idei második versenyét a bajnokságban élen álló Kecskés Roland és Károlyi előtt. Tomival párhuzamosan mentünk, egyszerre fordultunk, ő kapott egy lökést, én el tudtam menni, utána nem láttam, csak azt láttam, hogy egy ütést kap. A 3x L géposztályban az első sorból rajtoló Radák és Dibola egymást terelte a pálya szélére, minek köszönhetően ifjabb Szabó Kálmán foglalta el az első helyet, és a magyar értékelés szerint meg is nyerte a futamot Radák előtt. Reméltem, hogy végigmegyek, ami most sikerült is, és hát a magyarban. A második hely lett, mindenféleképpen meg akartam szerezni, összetettbe a 3. helyet, de így most magyar belső lettem, összetettbe pedig második. A 4000 köbcenti alatti géposztály döntőjében a cseh és szlovák ellenfelekkel csak Szabó Kálmán tudta tartani a tempót, ő megnyerte a magyar bajnokit, a második helyen pedig Pallag Bozsák Csaba végzett. Ez a helyezés, ez
ez már nekem is nagyon régen érett, tehát ezért egyszer volt, amíg első, kétszer műszakibával küzdöttünk, két első helyen jura lett, és nagyon nem kellene elkölteni ez a minuszolási pontja, és már elköltöttem előre, tehát a maradék hat versenyen most valami ilyesmi helyeken kellene. A rövidpályás kvad bajnokság ugyancsak Szeghalmon folytatódott, és a 440 köbcentis kategóriában mondhatni már megszokott módon a negyedik győzelmét ünneplő Kovács János nyert, Tóth Szilárd nem sokkal a rajt után bukott, Tóth Attila végzett a második, Huba Dávid pedig a harmadik helyen. Pont az én rajtkockám előtt egy 5 méteres mocsár elrajtoltam, és csak fölvisítottam a motorom, aztán nem mondom, pont a döntőbe, de aztán utána azért kicsit erőszakosan az első kanyarba elfordultam, onnantól kezdve tudtam, hogy nem adok esélyt. Az 1000 köbcentis géposztályban Kazár Miklós az előfutamok során ütközött, ezért csak az utolsó sorból indult, de feljött a harmadik helyre, míg a győzelmet Szeghalmon a bajnokságban Kazár előtt 5 ponttal vezető Tóth Demeter szerezte meg negyedik Ferenc előtt. Végig tudtam előzgetni, feljöttem a harmadik helyre, de viszont már a második hely 50 méterre volt, és már csak másfél kör volt hátra. Megpróbáltam, közelebb jöttem 15 méter, de már nem tudtam előrébb kerülni. Jó rajt voltam, csak én nagyon sárba érkeztem be, és egy fél motorral előttem volt a célegyenes végén, és a Kazár Mikinek a példájából okulva, inkább ott nem próbáltam meg kifékezni, hogy én is kicsúszak, mentem egy tiszta kört, és utána próbáltam megelőzni, és már meg sikerült is végül is megelőznem. Ifjú Tóth János és navigátora Bahor Bea az idén két versenyen indult. Miskolcon sikerrel vették az akadályt, megnyerték a kategóriát. Az IRC bemutatkozás Belgiumban már nem volt ennyire szerencsés, mert motorhiba miatt kiestek. Ifjú Tóth újabb erőpróbára készül a Super 2000-es Peugeot-val, aminek paramétereiről maximálisan felkészült. Gyakorlatilag ez egy új kategória, ami a Super 2000 Fantázia nevet viseli. Ezt tavaly hozták létre, idén egy elég rangos sorozatot csináltak, az IRC kupát. Az autó a szívómotor összkerékhajtás 280 lóerő szekvenciális váltóval van szerelve, gyakorlatilag a VRC alapjaira van építve, tehát az építési koncepció az egy VRC autóra hasonlít, annyi, hogy sokkal gyengébb az autó, tehát a teljesítménye kisebb és a nyomatéka. A csapat legközelebb Csehországban, a Barum Rallynál rajthoz, addig pedig tesztelnek, gyakorlás vár a párosra, és legfőképp a pilótára, aki nem tagadta, még sokat kell tanulnia, hogy teljesen ki tudja utózni a 207-est. Teljesen másképp működik, mint egy turbomotor, és mivel én gyakorlatilag 17 éve turbos kocsival megyek, így ez egy nagy nehézség számomra, hogy átálljak, de ez onnantól kezdve, ha már tudok vele menni 2-300 versenykilométert, nem téma, meg tesztelünk is igazából így a versenyek között, nem túl sokat, de azért lehet az autóval menni. Ennek akkor van jelentőség, amikor idegen környezetbe megyünk, idegen pályákon, és itt még nem tudom úgy kezelni az autót, ahogy szeretném, de ez csak időkérdése szerintem. Támogatója, a Yokohama gumiabroncsok forgalmazója az Alkár Agrogumi Kft. Yokohama, abroncs határok nélkül. Az Autósport magazin támogatója a Seat Leon. A műsorszám támogatója az Autópiac magazin.